Szevasztok, Bréve! Üdvözlök mindenkit egy vadonatúj csiribe. A lóvé az nem flexelésből van itt, gyerekek. 40 ezer forint amúgy sem nagyon lehet flexelni. Gyere, csóró! Megetetett pénzed, te kutya! Eladtam az i5-ös procit, aztán majd csak ide bedobta a párom az asztalra, úgyhogy azért volt itt pénz. Na srácok, kezdjük a videót. Annyit szeretnék mondani még itt gyorsan az elején, hogy mindig, mikor arra beszélek így a szobába, akkor észrevettem, hogy nagyobb a vízhang. Megpróbálom később ezt majd kiszűrni, rakok fel még ilyen, mi a picsáz, ilyen zajszűrő lófaszokat. Egyébként múltkor, mikor arra beszéltem, akkor elég tűrhető volt a vízhang, de viszont arra nem tudok beszélni, mert akkor faszok. De aztán lehet, hogy át kéne raknom mondjuk oda a kamerát, sem eddig se tartanak. Meg átrakjam. Na, srácok, szombat van, az utolsó videó. Nálam péntek este van egyébként 8:30. Veszem fel a videót, utána még gyors összevágom, hogy holnap ez nektek ki is menjen, mert holnap egyébként dolgozom, és össze kell rakni ezt a videót. Ugye a héten minden nap volt videó. Annyi a lényeg, hogy, hogy vasárnap kezdtük ezt a heti videózást, úgyhogy a múlt hét vasárnapi videó az átkerül most vasárnapra, és így lesz meg a hétfőtől vasárnapi tartó videó özön úgymond. Ez 7 videót takart, megérte? Hát kurvára nem érte meg, srácok. Azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy kurvára nem érte meg. Egyébként csalódott is vagyok. Megmutatom nektek azt, hogy miért. Vasárnap kezdtük el ezt az egészet. Amikor is felraktam a videót, és aznap 407 megtekintést produkáltatok. Hétfő 1200, kedd 4001, ott már azért alakult, szerda 3000, csütörtök 5000, ma péntek van 3000-nél tartunk, szerintem ez ma is meg lesz egyébként ilyen durván 5000, mert így egész későn kezdi el hozzászámolni ezeket a számokat, de én úgy gondolom, hogy ez egész gyenge. Máskor, amikor egy heti egy videót teszek fel, ezek a számok, ezek a 4-5 ezrek akkor is megszoktak lenni egész héten szinte. Hét vége felé, vasárnap környékén, mikor kerül fel az új videó, akkor mondjuk olyan 1500 és 2000 környékén szoktak lenni ezek a számok már, de a hét elején még a 10 000-et is át szoktuk egyébként lépni. Úgyhogy abszolút nem vagyok megelégedve ezzel a héttel, és többet ilyen nem lesz. Nem lesz ilyen hét, hogy én minden nap videót tegyek ki, ez 100%. Amiről még beszélnünk kell, azok ezek a dumálós videók, ami most is van. Sajnos azt vettem észre, hogy ezek annyira nem jönnek be nektek, sőt, a focis videókon kívül szinte egyébként semmilyen más tartalom nem nagyon jön be nektek. Én tudom, hogy az emberek nagy része a focis videók miatt iratkozott fel, de sajnos ilyen videót is kell csinálni, azért, hogy egy bizonyos rendszert be tudjak iktatni a csatornába, hogy mondjuk heti 2 videó legyen, és az egyik videó vasárnap lesz, a másik szerdán, de szerdán valószínűleg mindig pofázni fogunk, vasárnap lesz focis videó, és azért kell ez a szerdai rendszer az egészbe, hogy lehet, hogy én úgy gondolom, hogy akkor még péntek, szombat is mondjuk egy picivel nagyobb számokat tudunk majd produkálni. Megpróbálom ezt, megnézzük, hogy mi fog ebből kisülni. És egyébként így, hogy csalódott voltam a heti számokkal kapcsolatban, így utána néztem egy-két dolognak úgymond. Én ránéztem a Barnira egyébként, akit követek. Nem nézem rendszeresen meg a videóit, mert sajnos nincs annyi időm, hogy megnézem minden videóját. Itt úgy is látjátok, hogy mi az, amikbe belenéztem. Viszont hát úgymond ő hozzá hasonlítottam egy kicsit a csatornámat, hogy megtekintésekre. Nézzük azt, hogy a Barninak van 658 000 feliratkozója, és megnéztem, hogy 685 000 feliratkozónál mik azok a számok, amiket a Barni tud produkálni. Ugye a mai napot azt nem vesszük neki figyelembe, ő is most a hónapban minden nap tölt fel videót, ő egész hónapban. Egyébként hatalmas tisztelet miatta a Barni az az egyik youtuber szerintem Magyarországon, aki megérdemli azt, ahol tart, rengeteg időt foglalkozik a csatornájával. Úgyhogy nézzük itt a számokat. 658 000 feliratkozó van, ugye azt beszéltük, hogy TikTok 100 000, 100 000, 130, 140, 200, 160, 80, 120, 100, 100, 100, 140, 140, 80,
60, 200 ezer, 84 ezer, 144, 100, hát én ahogy így olvasgatom, egy ilyen átlag 130 ezer, 140 ezeres átlagot beírhatunk, ami a Barni csatornán, ha gyorsan számolok, az a 20%, az összfeliratkozásnak az átlagban 20%-a megjön nézettségbe. Akkor nézzük, hogy nálam mi a helyzet. Ez azt jelenti, hogy a 9200 feliratkozó van, akkor nálunk a 20% az van 1800. Szóval 1800-as átlag nézőszámnak kéne lenni ahhoz, hogy még hasonlóan jók legyünk, úgymond, mint a Barni. Itt ugye 800, 3000, 6000, 6000, 8002, 6000, 6000, ezek meg van előtti videók, 6, 9, 12, de ezeket ne vegyük bele, mert itt egyébként valahogy felkapott volt, úgymond, a csatorna. Szóval ezt a hetet, ha figyelembe vesszük, akkor az 1800 megvan, de egyébként kurva gáz. Az ezzel baj, hogy engem azért elkeserít. Szóval itt azért látjuk, hogy itt azért szépek voltak a számok, 6000 alatt nem is nagyon volt, meg inkább 10 fölött, jó, itt profik voltak, itt nagyon ment. De engem tök elkeserít egyébként, hogy ilyen számok is vannak itt, hogy 800, meg 1000, meg mit tudom én, 800, az meg hát szerintem kurva gáz. Na mindegy, srácok, nem is erről akartam beszélni, úgymond, csak így belementünk ebbe, és hogy ne legyen olyan rövid a videó. Megvolt a hét, én teljesítettem, hát tényleg nagyobb aktivitást vártam tőletek, de egyébként te, aki nézed a videót, azt gondolom, hogy te fasz a gyerek vagy, mert ezt is megnézted, hát aki nem nézi meg, az pedig várja a focis tartalmakat, lesz abból is bőven. Hát srácok, igazából a videó az ennyi lett volna, eltelt egy hét, a következő videó egyébként ugye holnap kimarad, és szerdán fog jönni szerintem egy dumálós, és majd vasárnap fog jönni az első focis videó jövő héten, úgyhogy hát addig várnotok kell, szerdán meg valamiről megint pofázni, dumálni fogunk. Annyit hozzátennék egyébként, hogy előjáróban lehet, hogy indulni fog egy gameplay csatorna, amit az egyik unokatesommal fogok üzemeltetni, ahol folyamatos streamek lesznek, és játéktartalmak. Hát remélem, hogy ennek azért örülnek majd azok a nézők, akik a játékokat szeretik. De erről egyelőre többet nem mondhatok. Hogyha lesz bármiféle infóm erről több, akkor természetesen jelezni fogom nektek. És ennyi, gyerekek. Ennyit a hétről. Találkozunk szerdán egy pofázós videóba, hétvégén pedig focis tartalom. Köszönöm a figyelmet a héten. Jók legyetek. Sziasztok!